Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. Roboralli. Elszabadultak a robotok a gyárban. A 2-től 8 játékos mindegyike fogjon meg egyet és irányítsa vissza a helyére. Aki leghamarabb végigmegy vele a sorszámozott ellenőrző pontokon és eléri az utolsót, nyer. Ehhez azonban felül kell kerekednünk azokon a kaotikus szituációkon, amiket Richard Garfield megálmodott. A kör elején először mindenki véletlenszerűen néhány parancskártyát kap, például lépj előre, hátra, fordulj jobbra, balra, stb. Ezekkel egyszerre mindenki képpen lefelé táblája alsó részére csúsztatva megalkot egy szekvenciát. Aztán egyszerre mindenki felfordítja az első parancsát és végrehajtja, aztán a másodikat és így tovább. Egyszerre hagyjuk végre a lépéseket, így tényleg ajánlható nagyobb társaságnak, továbbá egyszerű, így kisebbekkel is játszható, és a programozás is finoman adagolható vele. De itt kiismerültek a pozitívumok. Ugyanis a játék kaotikussága bár bizonyára szórakoztató lesz egyeseknek, de másokat inkább frusztrálni fog, hogy a lapok által eleve lekorlátozott parancsok kiadásánál még a többi játékos lépése is befolyásolhat minket, így teljesen kiszámíthatatlanná téve pontosan hova is kerül majd robotunk. Aki pedig leghamarabb kikerül ebből az őskáoszból, gyakorlatilag utolérhetetlenül nyeri meg az amúgy 30-tól 60 percig tartó versenyt. Csak annak ajánlom, aki el tudja engedni a játék komolyságát, és csak a szórakozást keresi. A BGG 441. helyezett játéka tőlem a nem különleges, felejthető értékelést kapja.